ahol országgyűlési képviselőjelöltjeinket hívtuk el. Név szerint dr. Bokros Lajost, Döme Zsuzsannát, Moldován Lászlót, Soproni Tamást és dr. Olá Lajost. A fórum három részre tagolódik. Az első részben a jelöltek elmondhatják 5 percben a programjukat. Az utolsó mondatot természetesen befejezhetik 5 perc után, de utána megkérjük, hogy a mikrofont adják tovább. A második részben a beküldött kérdésekre fognak tudni válaszolni. A harmadik részben pedig a jelenlévő közönség kérdéseire fognak tudni válaszolni. Bemutatom a két moderátorunkat, Dudás Máriát és Noé Krisztinát. Szeretném megkérni majd a jelölteket, illetve a közönséget, hogy a útmutatásaikat azt legyenek kedvesek, kövessék. És akkor szerintem át is adom a szót Marcsinak, hogy akkor folytassa. Köszönöm szépen! Akkor tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és azért, hogy folyamatosan rend legyen, ennél a bemutatkozásnál azt szeretném kérni, hogy dr. Bokros Lajos kezdje, és akkor balról jobbra sorba mindenki, és akkor öné a szó, Bokros úr, 5 perc. Nem számítjuk azt, amíg iszik. Jó. Köszönjük. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, egyúttal tisztelettel köszöntöm vetélytársaimat is. Remélem, hogy a fórum föl tudja mutatni azt a politikai kultúrát, ami Magyarországon rendkívüli mértékben hiányzik, tehát hogy egymás tiszteletével élve tudunk vitatkozni, ha szükséges. A Modern Magyarország mozgalom programja két fő pilléren nyugszik. Az első nem a kormányváltás, hanem a rendszerváltás. Ugyanis a Fidesz önkényuralom rendszerváltást igényel, az alkotmányos jogállam helyreállítását, a demokrácia kibontakozását. A jogállam helyreállításán belül nagyon fontos minél hamarabb a sajtószabadság helyreállítása, a igazságszolgáltatás függetlenségének a helyreállítása. Nagyon fontos az, hogy új választási rendszer legyen, amely nem ez az egyfordulós, eltorzított, tisztátalan rendszer, hanem ahol minden párt a saját értékrendje és világnézete és programja szerint tud elindulni. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon lényeges, hogy ez a program az Európai Unióba való minél teljesebb beintegrálódást tartalmazza, mert az Európai Unió ellen nem szabadságharcot kell folytatni, ami kisszerű, nevetséges és káros a magyar társadalomnak és gazdaságnak, hanem azt kell fölfogni, hogy az Európai Unió az egy magasabb rendű civilizációs keret, amely érdekei hézagmentesen összeilleszkednek a magyar nemzet érdekeivel. Ami a gazdaságot illeti, sokat nem akarok erről beszélni, de érdemes azt kiemelni, hogy a Modern Magyarország mozgalom az nem az egyre kisebb kenyérből akar mindenkinek egyre nagyobb szeletet levágni, hanem mi vagyunk a nagyobb kenyér pártja. Miután kevesen vagyunk, és a közönségnek jelentős része nyugdíjas, szabad legyen ezt az egy vonulatot kiemelni. Ugye elhoztam néhány pártnak a ismertetőjét, amelyben mindenki azt ígéri, hogy nyugdíjemelés és mindenféle ingyenesség. Na, mi ilyesmit nem ígérünk, mert ezt megvalósíthatatlannak, sőt károsnak tartjuk a jelenlegi helyzetben, hanem azt mondjuk, hogy szükség van több beruházásra, olyan munkahelyre, amely piacképes termékeket állít elő, a vállalkozói verseny szabaddá tételére és ösztönzésére. Ennek alapján fiaink és leányaink hazahozatalára Londonból és más helyekről, és hogyha magasabb fizetéseket tud a piacgazdaság kitermelni, és abból mindenki becsületesen megfizeti a nyugdíjjárulékát, akkor majd lesz magasabb nyugdíj. Tehát nem előtte, nem helyette, hanem utána és mellette. Ez nagyon fontos része a programnak, mert csak a jól szabályozott, éles versenyen alapuló kapitalista piacgazdaság az, amelyik jólétet tud teremteni, és amelyik Magyarországot a leszakadás helyett most már a felzárkózás útjára tudja vezérelni. Van még időm? Van még másfél perc.
Jó, akkor ebben a másfél percben szeretném azt is kiemelni, hogy mi nemzeti párt is vagyunk, mi egyáltalán nem akarjuk eltörölni a határon túli magyaroknak a szavazati jogát, azonban azt gondoljuk, hogy őnekik nem magyarországi pártokra kell szavazni, hanem saját képviselőikre. Az erdélyiek mondjuk kettőt, a kárpátaljaik, vajdaságiak és a horvátországiak egy-egy-egy képviselőt tudnak a budapesti parlamentbe bejuttatni, akik személyükben tudják jelképes jelentőséggel képviselni azt a nézetet, ami az ottani magyarság érdekét tükrözi. Ezzel nem fogják eltorzítani a magyar adórendszert, nem fognak élősködni a magyar nemzet testén, hiszen kulturális értelemben, de akár politikai értelemben ők is a magyar nemzet része, és ez nagyon fontos, hogy ez kifejezésre jusson abban a szerzett jogban, amit mi nem akarunk visszavenni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Belül volt az 5 percen, ezt külön köszönjük, és akkor a következő Dömes Zsuzsannát is szeretettel kérjük, hogy is mondja. Oké, hello! Jó napot kívánok mindenkinek, meg sziasztok! A Kétfarkú Kutyapárt 7.-6. kerületi jelöltje vagyok. Egy személyes ígérettel kezdeném én, hogyha rám szavaznak, akkor föl fogom venni a Döme Zsuzsanna név mellé az Erzsébet és Terézia nevet is, ezzel is emelve a kerületnek a hírnevét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez szerintem mindenkinek azonnal a hétköznapjaiban is javulást fog jelenteni. Ugyanúgy, ahogy általában a pártoknak a program ismertetője mindenkinek a hétköznapjait már is feldobja, és már látjuk, hogy mennyire csodálatos lesz az életünk nyugdíjasként és fiatalként is a kerületben. Minket ugye azért már lehet valamennyire ismerni, bár parlamenti párt még nem voltunk, de lehet, hogy erre is sor kerül április 8-a után. Sajnos a közvéleménykutatók és a média sem bánik velünk különösebben kegyesen, úgyhogy a saját közvéleménykutatónkkal tudjuk csak magunkat méretni. A Kutyastat szerint jelenleg még mindig 127%-ra állunk. Sajnos ez gond, ez illegális jelenleg Magyarországon, tehát csak 100% vagy 100% alatt lehet nyerni választást. Úgyhogy ezen dolgozunk most, hogy csökkentsünk egy kicsit a népszerűségünkön. Ugye nálunk mindenki önkéntesen és fizetés nélkül dolgozik évek óta, úgyhogy elnézést a késésért, sajnos logisztikusok, diszpécserek, titkárnők és szervezők vagyunk egy személyben a pártnál, és nem annyira könnyű mindenféle eddigi támogatás nélkül egy országos kampányt végigcsinálni egyetlen egy fizetett alkalmazott nélkül, de megpróbáljuk és egyelőre. Már nem sok van hátra, úgyhogy lassan alhatunk is egy kicsit, és természetesen megyünk nyaralni. A programunk megtalálható a honlapon, 7800 oldalasra sikerült, mert nagyon sokan számon kérték rajtunk, hogy nincs konkrét programunk. Én most ennek a teljes ismertetésére nem térnék ki, bár nagyon gyorsan is tudok beszélni, de igazából tanár voltam középiskolai, úgyhogy nem az 5 perchez, hanem a 45-höz vagyok szokva, megpróbálom magam visszafogni egy kicsit. Tényleg javaslom, hogy olvassák el, mert nagyon-nagyon kiterjedt ez a program. Hoztam egyébként majd róla szó rólapokat is. Hát itt a nyugdíjasokhoz szólt ez az előttem szóló, mi nekik bizony ígérünk, mi 7. havi nyugdíjat ígérjük meg, és ezt meg is fogjuk valósítani. Tehát a nyugdíjasok számára is vannak jó híreink. A kerülettel kapcsolatban majd gondolom lesznek kérdések, rengeteg jó elképzelésünk van, amivel pedig most jelenleg foglalkozunk, az nem az, hogy beszéljünk arról, hogy segítsük a civil szervezeteket, vagy az embereket, vagy odafigyeljünk az emberekre, hanem a kampánypénzünk eltékozlásával foglalkozunk jelenleg. 155 millió forintot osztunk ki a 190-ből arra, hogy mindenféle jó programok és projektek szülessenek meg az országban, ott is, ahol nincsenek egyéni jelöltjeink, vagy olyanoknak is adtunk ebből, akik nem biztos, hogy kutyapártos szavazók. Az önkéntes munkát vártuk el, és hogy közösségi célokkal pályázzanak, és elképzelhető, hogy erről a fórumról is majd meglátjuk, hogy mennyire esik az eső, egy picit lehet hamarabb kell elmennem, mert éppen a mai napon a kargonómia
avatója zajlik hamarosan a Dembinszki utcában. Ők is pályázóink voltak, ők közteherbiciklikre pályáztak, amit aztán bárki igényelni tud egy nyitott formon. Úgyhogy ha nem csak autóval szeretnétek költözni, vagy olyan dolgotok van, amit egy ilyen teherbiciklivel is lehet szállítani, akkor figyeljétek majd ennek a programnak a híreit. De egyébként elindul a jövő héten pont a 7. kerületben a kátyú mentesítési programunk. Először kátyúzni akartunk, de rájöttünk, hogy abból túl sok van már, úgyhogy nem biztos, hogy erre van igény. Ez is egy önkéntes pályázónak a projektje. 12 milliót fogunk kátyúzásra fordítani. Ez már látszik a honlapunkon, lehet egy kátyú igénylőt benyújtani, és akkor megfelelő szakmai elbírálás után a tematizálás jogát fenntartva megcsináljuk ezeket a kátyúkat az országban. Itt talán még az egészségügyi programunkra szeretnék kitérni, mert annak most múlt héten volt egy aktualitása, ugye szappant loptunk be a Péterfi Sándor utca kórházba, sajnos ezt folytatni fogjuk, a passzivista bűnözést nem tudjuk egyelőre a párton belül megállítani. Köszönöm. Oké, két másodperc maradt volna. A diákok jobban jeleznek el. Oké. A 10 másodperc maradt volna, köszönjük szépen a nagyon személyes hangú bemutatkozást, és akkor felkérnénk Moldován Lászlót, hogy ismertesse a párt célkitűzéseit. Jó estét kívánok, Moldován László vagyok, az LMP országgyűlési képviselőjelöltje. Hát Zsuzsa nehéz helyzetbe hozott engem, mert én biztos, hogy nem fogom megígérni, hogy ha országgyűlési képviselő leszek, akkor felveszem a Terézia meg az Erzsébet nevet. De Bokros úr pedig elmondta általánosságban nagyon sok mindent, hogy mit szeretne tenni a rendszerváltozásért. Sok mindenben egyetértek, én próbálok a választókerületemre koncentrálni. Ha országgyűlési képviselő leszek, első intézkedéseim közé fog tartozni mindenképpen a Városliget törvény visszavonatása, tehát a Liget projekt befejezése, és ehhez kapcsolódóan a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos törvény visszavonása, mert hogy ez a törvény teszi törvényen felülivé a Liget projektet, és ez teszi lehetővé, hogy így működjön, ahogy most működik. A másik nagy probléma, azt gondolom, a most Buli negyednek nevezett belső Erzsébetvárosi probléma halmaz, amelyet úgy oldanék meg, hogy a kereskedelmi törvényt, illetve a társasházi törvényt, módosítanám mindenképpen. Ez azt jelenteni, hogy a lakók többet szólhatnának bele abba, hogy a házukban milyen üzletek jöhessenek. A itt megtermelődött bevételből célzottan többet irányítanék vissza a választókerületbe, hogy az a felhalmozódó externáliákat kezelni lehessen. A felügyeleti díjat adószerűen szedném be, ugyanis az egyszerűen elképesztő, hogy 13 millió forint itt évente a felügyeleti díj, mikor becslésem szerint legalább 150 milliónak kellene lennie. Erről, ha majd kapok kérdést, akkor szívesen beszélek, hogy ez miért van. Általánosságban, mint zöldpárti képviselő, azt gondolom, hogy nagyon fontos probléma itt a légszennyezés a választókerületben. Az egyfőre jutó zöldfelület arány fél négyzetméter 6. és a 7. kerületben, illetve a 6. kerületben kicsit jobb az arány, de a 7. kerületben ennyi, miközben a nemzetközi ajánlások 9 négyzetmétert irányoznak elő legalább. Ennek az az oka, hogy a belső, illetve az erzsébetvárosiak és a terézvárosiak, de főleg az erzsébetvárosiak 2-3 évvel kevesebbet élnek, mint a boldogabb budapesti kerületek lakói. Ezt nyilvánvalóan változtatni kell, a légszennyezettséget radikálisan csökkenteni kell. Erre több technika is létezik. Én biztos, hogy támogatni fogom pályázatok kiírását, zöld felületek, parkosítás, növényesítés céljából. Itt a kerületben és a 6. kerületben is tűzfal növényesítést lehetne csinálni, közösségi kerteket támogatni, és egyáltalán én a betont is feltöretném ott, ahol lehet, akár a társasházak udvarán is. A másik ilyen technika, amivel a légszennyezettséget lehetne csökkenteni, a légszennyező gépjárművek használatának korlátozása, illetve az elektromos autók
elterjedésének támogatása, illetve a közösségi közlekedés kerékpározás radikális növelésének támogatása. Ezen kívül pedig itt forgalomtechnikai korlátozások bevezetése, mi támogatjuk a behajtási díjat is, illetve forgalomcsökkentett, illetve autómentes utcákat is hoznánk létre azért, hogy az átmenő forgalmat mind a két kerületben korlátozzuk. Nagyon fontosnak tartom a korrupció ellenes harcot. Én azt gondolom, hogy akik korrupcióban érintettek, azoknak a börtönbe kell menniük. Antikorrupciós ügyészséget céloznék meg, és ebben is kérlelhetetlenül járnék el. Akár a bűnösöknek vagyonvesztést is el tudok képzelni. Nagyon fontos az oktatás kérdése az egész országban, de itt a kerületben is. A humán tőkébe való beruházás mindig is az LMP célkitűzései közé tartozott. Mi azt gondoljuk, hogy ez a legjobban megtérülő beruházások közé tartozik, és a kitörési pontja lehet az országnak. Ezt a skandináv államok példája jól bizonyítja. Mi legalább megdupláznánk a oktatásra fordított támogatásokat. Az egészségügyel kapcsolatban nyilvánvalóan se a baloldali, se a jobboldali eddigi kormányok nem tudták rendbehozni az egészségügyet. Mi ingyenes, de működő egészségügyet tudnánk elképzelni. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb ráfordítással, költségvetéssel, nagy gondot fordítanánk a prevencióra is, és nagyon sokat tennénk azért, hogy a szakszemélyzet, kórházi szakszemélyzet, amelyik menekül az országból, az visszatérjen és itt maradjon. Még nagyon sok programpontom van, de elfogyott az időm. Elnézést. Mást, hogy ismertesse pártjának programját. Jó napot, jó estét kívánok! Ha megengedik, akkor röviden magam is bemutatkoznék, talán a fiatal korom miatt is engem még kevesebben ismernek a kerületben, mint idősebb betétársaimat. Én Soproni Tamás vagyok, Momentum elnökségi tagja, illetve kampányfőnöke, civilben pedig fordító, helyi mikrovállalkozó tulajdonképpen. És miután eszemet tudom, én Terézvároshoz és Erzsébetvároshoz kötődöm. Terézvárosban születtem, illetve odajártam az Erkel Ferenc általános iskolába, aztán a Fasorba mentem át gimnáziumba, laktam a Hernád utcában is, és jelenleg is a Kodály Körönt környékén lakom. És ahogy mondtam, itt is dolgozom, helyben. Az elmúlt egy évben, röviden Momentumról is szólnék néhány szót, nagyon sok minden történt velünk, ugye tavaly márciusban alakultunk meg hivatalosan, akkor váltunk pártá, és a Nolimpia után egy országos szervezet fejlesztésbe kezdtünk. És nem csak országos, hanem nemzetközi, hiszen Kolozsvártól Londonig vannak egyébként alapszervezeteink, több mint 100 és több mint 1500-an csatlakoztak már ehhez a közösséghez. Ez a közösséghez, ami azt hiszem, hogy egy 21. századi gondolkodást és egy békére irányuló politikát szeretne behozni Magyarországra és bevinni a parlamentbe is. Megalapítottuk a cselekvés köreit, amelyek nagyon hasonlóan működnek talán az MKKP-nak azokhoz a programjaihoz, amelyeket egyébként mindannyian is elismerünk, amelyek a közösségi tereinknek, a társadalmunknak a jobbá tételén alapulnak, már a parlamenten kívül is, mert mi is hiszük azt, hogy bizony egy kátyút esetleg meg lehet javítani, vagy be lehet tömni a parlamenten kívül is erőforrással, egy játszóteren rendbe lehet tenni. Ahogyan abban is hiszünk, hogy egy játszótérnek a rendbetételéhez nem jobb és baloldali megoldások kellenek, hanem csak gyakorlatias megoldások. És erre is építettük fel a programunkat is, amely ugye nem 7800 oldalas, mint az MKKP, de 364, és amelyen több mint 250 szakértővel dolgoztunk együtt, és amelynek szerintem a legfontosabb alapja az, hogy tényleg nem ideológiák mentén próbáltunk meg megoldásokat keresni, hanem működő megoldásokat, akár hazai minták alapján, akár külföldi minták alapján. De hogy azt gondolom, hogy sokszor, amikor egy egyéni választókerületi jelöltek között vita van, vagy programokat mutatnak be, akkor én sokszor tapasztaltam azt, hogy önkormányzati kérdésekről van szó. Ami természetes, mert hát nyilván az embereknek a legközelebb egyébként az önkormányzati politika áll az életükhöz. De azt gondolom, hogy alapvetően olyan megoldásokról kell most beszélnünk, amelyek országos szintről, az országgyűlésből, a törvényhozáson keresztül nyújtanak megoldást. És néhányat bemutatnék, kb. 5 pontban foglaltuk össze azt, hogy helyben mik azok a témák, amelyek a legrelevánsabbak. Mert persze, nem tudom, a használatarányos útdíjtól elkezdve a telemedicinán át a programunk minden egyes eleme
hatással van az itt élőkre, talán csak a határon túli magyarok szavazati jogának egyébként szintén támogatása az, ami az itt ülők körében valószínűleg nem lesz túl releváns. De van néhány pont, amely persze még erősebben érint minket, helyieket. Ilyen lehet például az a lakásfenntartási támogatás, amelyet zuglói modellre mintára vezetnénk egyébként be. Ez a háztartások jövedelme, illetve a méretarányos és típusarányos arányának megfelelő rendszeres lakásfenntartási támogatást nyújtanánk, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy azokat a közműszolgáltatásokat támogatnánk, amelyek a leginkább ahhoz vezethetnek, hogy valaki elveszíti a lakhatását, a leginkább ahhoz vezethetnek, hogy felgyülemlik egy nagyobb tartozás. Megakadályoznánk, sokat tennénk azért, hogy megakadályozzuk a lakásmutyikat, de a szociális lakásügynökségek létrehozásával, amelyek nem csak a szociális bérlakásokat vonnák magukba, de megpróbálnánk a piaci kiadókat is bevonni ebbe a rendszerbe. És egy online kereshetővé tételen keresztül átláthatóságot biztosítanánk, amely ahhoz vezetne, hogy nehezebb lenne ellopni is ezeket a lakásokat. A helyek parkolásával kapcsolatban is egy mindig előkerülő probléma persze. Nyilván a foghitelkeket mindenki említi, azok bevonását a parkolási rendszerbe, de ezen kívül számos olyan irodai épület van ezekben a kerületekben, amelyekkel akár állami támogatásra is meg lehetne egyezni arról, hogy este 6 után a helyiek igénybe vehessék, vagy este 5 után a helyiek igénybe vehessék az ott talált helyeket. Emellett a házfelújítási programot indítanánk, nem tudom, tudják-e, de hogy az EU-s támogatásoknak a magánszemélyek számára való felhasználhatóságát Lázár János, még a miniszterelnökséggel elvette. Ezt mi visszaadnánk, illetve egy 200 milliárdos lakás visszanemtérítendő, illetve 0%-os kamatos lakásfelújítási programot indítanánk be. Valamint, ahogy a Buli negyedet már említette Moldován kolléga mellettem, én is megemlíteném, a Buli negyed mind a két kerületben egyébként egy probléma. És erre valóban találni kell megoldást, amelyben mi nem a tiltást láttuk sosem megoldásnak, hanem egy együttműködést azokkal a szervezetekkel, azokkal a vállalkozásokkal, amelyek ott vannak helyben, és a lakókkal együtt. Ennek egyik eleme például az, hogy állami szinten, és befejezem, bocsánat, állami szinten is többek között lehetővé tennénk azt a korlátozó törvényt, amely a helyeken belül nem teszi lehetővé egyáltalán adóhányzást. Mi azt mondjuk, hogy jobb az a környéken lakóknak is, ha belül egy kis helyen területarányosan lehessen dohányozni, és nem ezzel zavarják a kintieket a Buli negyedben szórakozók. Köszönöm és elnézést, hogy túlcsúsztam. Semmi, pár másodperc volt a csúszás. Köszönjük szépen Soproni úrnak is értékes gondolatait kérdettel kapcsolatban, és utolsóként dr. Olá Lajost kérnénk. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit, jelöltársaimat is. Talán azzal illene kezdenem, hogy hát nem teljes ez a sor. Na, Magyarországon az elmúlt 8 évben megszűnt a vita kultúrája, amelyik arról szól, hogy mindenki kimer állni és elmeri azt mondani, hogy mit gondol az adott országról, az adott kerületről. Én jó magam hiába üldözöm már bajkai alpolgármester urat 2 hete, hogy álljon ki vitára, és hogy mondja el, hogy mi a vélemény a kerületről és az országról. Elbújt, nem jön, nem jelentkezik. Milyen lehetősége van vajon egy országgyűlési képviselőnek ahhoz, hogy segítse az önök problémáit? Ugye nagyon távolinak tűnnek azok a bizonyos dolgok, hogy hát általában rendbe kell tenni a demokratikus alapért intézményeket. Tehát, hogy Mokros tanár elmondta, ez az alfa és az omegája, tehát innen kell kiindulni, és azt látom, hogy ebben teljesen egyetértés van az itt ülő emberek között, hogy nagyon sok feladatunk van ezen a területen. Lehet itt beszélni a közmédiáról, a választójogi törvényről, Európai Ügyészséghez való csatlakozásról, sok mindenről, ami nagyon távolinak tűnik, de mindenkinek érinti az életét. Ezen túl vannak ezek a nagyon távolinak, de mégis nagyon közeli dolgok, mint például az egészségügy, a kórházak. Rendben van-e az, hogy Magyarországon 30 ezer emberrel több hal meg, mint amennyi a betegségéből kellene, hogy meghalljon. Kétszer annyian halnak meg így, mint az Európai Uniós átlag. Hogy elemet, WC-papírt kell bevinni, hogy a kórházi fertőzések száma az több, mint amennyien közúsli balesetben meghalnak. De az oktatásnál is számos feladat van. Kezdve a korhatár leszállítással, hogy a legszegényebb 20%-nak vagy gyakorlatilag nincs esélye egyetemre jutni. Beszélhetnénk a PISA tesztekről. Vagy arról, hogy normális dolog-e, hogy egy egyházi iskola 3,4-szer annyi dologi kiadást kap, mint egy klikkes iskola. Szerintem nagyon gyorsan meg tudnánk sok mindenben egyezni itt az asztalnál, hogy miket kell változtatni, mert nincs rendben, hát nem lehet gyerek és gyerek között különbséget tenni, kérem szépen. És akkor mondhatnám a nyugdíjjal kapcsolatos feladatot, amit a Fidesz itt művelt az elmúlt időszakban, és nem csak a 3000 milliárdot, hanem a rokkantsági nyugdíj, szolgálati nyugdíjtól kezdve nagyon sok más. Persze vannak olyan
törvénykezési lehetőségek a parlament kezében, amik nem konkrétan, nem általánosan vonatkoznak, a kerületet sokkal jobban érintik. Hát ilyen a társasházak joga is. Nagyon örülök, hogy többen felvetettétek ezt, hisz magam már többször benyújtottam ezeket a törvényjavaslatokat. Még csak tárgyalási sorozatba se vette a Fidesz, pedig 2011-ben ők szüntették meg azt a hozzájárulási jogát a társasházaknak, hogy mondjuk könyvtárból kocsma lehessen. Tárgyalási sorozatba se voltak hajlandóak venni, már a bizottságon elkaszálták, hiába nyújtottam be többször. De beszélhetnénk a főkétűzről, a ligetről, vagy az iparűzési adókorlátról, mert ugye próbálnak beszedni valamennyi pénzt itt ugye a különböző vendéglátóhelyekről, de az iparűzési adóhoz kötötték, és ezért még a beszedhető összeget is megfelezték, a beszedhető összeget meg, amit egyébként megfelezve se szedik be, ami megdöbbentő. Tehát az, hogy 10-20 millió forint folyik be, a vendéglátók kalkuláció alapján ha éves szinten több mint 200 millió forintnak kellene befolynia. Akkor beszélünk a törvénykezésről, mint lehetőségről, a parlamenti képviselők esetében van még számos olyan egyéb lehetőség, amelyik rendelkezésre áll, hogyha sikerülne kormányt alakítani. Ilyen az Európai Uniós források felhasználása. Valóban elfogadhatatlan, hogy az energiahatékonysági programokat például leginkább csak állami intézményekre akarták kitalálni, és nem engedték magánszemélyek részére. Hiába kezdeményeztük, hiába kiabáltunk, az otthon melege program. Az 1946 utáni épületekre írták ki. Hiába írtunk számtalan levelet és kezdeményeztünk a módosítást, nem érdekelte őket. Világörökségi fejlesztések. Hát ha büszkék vagyunk a világörökségünkre, akkor kérem szépen érjünk már erre külön európai uniós pályázatokat. Értem, hogy sok minden más fontosabb, de tegyük meg. Nem érdekelte őket. És akkor nem beszélek arról, hogy mondjuk mennyivel jobb lenne, hogyha a Magyar Nemzeti Bank az alapítványainak a támogatása helyett mondjuk társasház felújítási programot indítana el, és segítene az önrész mellé, segítene finanszírozási lehetőséget hozzátenni. Persze a képviselőknek az egyik legfontosabb feladata a fogadóra, telefonlevél. Nagyon sokan személyes, tragikus személyes problémákkal fordulnak a képviselőhöz. Több mint 400 esetben. Az a szomorú, hogy általában azért jönnek, mert hogy a hivatalok, legyen szó polgármesterről, kormányról, nem válaszolnak egyszerűen. Azért jönnek, hogy képviselő írja már meg, legyen szíves, mert akkor legalább van esélyünk arra, hogy valamiféle választ kapjunk. Szerintem annyit hagy mondjam. Nem számít ebben, hogy kormánypárti vagy ellenzéki a képviselő. Bajka István kormánypárti alpolgármesterként az egész önkormányzat egyetlen egy kezdeményezéssel nem élt a Fidesz kormány irányába, hogy ebben a kerületben egy picivel is jobb legyen. A buli negyeddel kapcsolatosan meg amiket beadtunk, azokat szívesen a következő körben ismertetnénk. Köszönöm szépen a lehetőséget.